Köszöntöm nézőinket, Önök Tamási Táj című műsorunkat látják, Gulyás Anita vagyok, és már mutatom is képekben mai adásunk tartalmát röviden. Zárt ülésen tárgyalták a képviselők a Tamási Fürdő üzemeltetési szerződését. Két hónapja vette kezdetét a Szennyvíz beruházás Fegyőben. Jótékonysági Mikulás futáson gyűjtöttek kettő tamási szervezet számára. Az utolsó adventi hétvégén is megtelt a rendezvénytér Tamásiban. Az év végéhez közeledve megtartotta idei utolsó ülését Tamási városának képviselőtestülete. A számos napirendi pont közül a fürdő üzemeltetési szerződésének és üzemeltetési költségtervének elfogadása zárt ajtók mögött zajlott. A település polgármestere elmondta, májustól szeretnék újra megnyitni az idei év folyamán is üzemelő részeket. Az ülés alkalmával egy energiaközösségről is egyeztettek a képviselők. A 2022-es év utolsó képviselőtestületi ülése alkalmával 11 napirendi pontot tárgyaltak a képviselők. Az egyik fajsúlyos témáról zárt ülésen hoztak döntést, ez a Tamási termálfürdő üzemeltetési szerződésének és üzemeltetési költségvetésének elfogadása volt. Fürdő tulajdonosa Tamási Város Önkormányzata. Az üzemeltető egy külsős üzemeltető volt az elmúlt 12 évben, az Aquaplus Kft. Közös megegyezéssel az üzemeltetési szerződés december 31-ével megszűnik, és a képviselőtestület mostani döntése értelmében január 1-én a város 100%-os tulajdonában lévő cége, a vagyongazdálkodó Kft. Fogja átvenni a fürdő üzemeltetését. Tekintettel a kialakult helyzetre, és itt elsősorban a tavaly november 1-i tragikus tűzesetre gondolok. Ugye az új fürdőépület az nem, illetve csak részlegesen a Szaguna Világ tudott működni az elmúlt időszakban, és a másik ilyen rendkívüli esemény, a kialakult energiahelyzet, energiaválság, hisz a fürdő rengeteg áramot használ. Így január 1-től a téli időszakban és a tavaszi időszak elején minden bizonnyal nem fog tudni kinyitani a fürdő. A májustól szeretnénk, hogyha a régi fürdőrész, illetve részlegesen az új fürdőnek a nem károsodott része tudna majd üzemelni. Ennek a feltételnek megteremtésén dolgozik Tamási Város Önkormányzata. Január 1-től az üzemeltetési feladatokat a város 100%-os tulajdonában lévő vagyongazdálkodó Kft. Látja el. Az Aquaplus Kft.-vel a teljes körű elszámolás átcsúszik a 2023-as év elejére. A Tamási termálfürdő 2023 elejétől nem üzemel, májustól várja majd újra a strandolni vágyókat. Az átülést megelőzően egy energiaközösség megalakításáról is tárgyaltak a képviselők, tudtuk meg az alpolgármestertől. A mai testetülés keretében igazából energiaközösségnek veszük, valójában egy szándéknak egy következő döntése született meg. Ez nem titok, hiszen minden magyar állampolgár, minden magyar vállalkozás, minden magyar település, minden magyar önkormányzat most itt az energia ügyekkel van elfoglalva, és egy olyan lehetőségbe próbálunk meg kiutat keresni, ami a városban lévő szereplők, legyen az a lakosság, legyen az a gazdasági szereplő, legyen az akár állami, illetve önkormányzati intézmény, a helyben megtermelt energiának a jobb hasznosulása érdekében egy közösséget alakít, ennek az első lépcsője történt meg ma. Ugye megváltoztak már a napelem szabályok is, az ezután feltett napelemeknek, főleg gazdasági vállalkozásoknál, ott gyakorlatilag vagy helyben felhasználják, vagy pedig ők ezt már a hálózatra feladni nem tudják. Akkor ugye két út van előttük, vagy helyben valamilyen tárolókapacitást építenek, vagy pedig megpróbáljuk ezt egy virtuális rendszeren keresztül egy bizonyos körön belül a városi trafó alállomás körén belül tartani, és itt helyben elhasználni. A döntésnek az alapja az, hogy kell egy kiinduló bázis, de utána ez felülről nyitott. Ugye folyamatosan tud ez bővülni, hiszen azért az könnyen kijelenthető, hogy a város nem rendelkezik annyi termelési kapacitással, mint amennyit használ. És ez talán sose lesz úgy, hogy annyi energiát meg tudunk helyben termelni, mert amennyire szükségünk van, hiszen azért vannak itt hatalmas fogyasztók, tehát itt az önkormányzat, az a kis pályán focizó energiafelhasználó, itt vannak azért komoly vállalkozások, akik hat horribilis mennyiségű energiát használnak el, tehát nyilván felvevő piaca mindig van, de hogyha az ő munkájukat tudjuk segíteni, akkor ugye az a szándékunk, ami oly sok minden másban is reményeim szerint megnyilvánunk, hogy minél jobban röghöz kötni őket, tehát hogy megérje nekik itt maradni, beruházni, fejleszteni, ezt az utat próbáljuk meg a villamos energia oldaláról segíteni.
Ennek egy tárgyalássorozat volt az előzménye, tehát a érintett szereplőkkel már felvettük a kapcsolatot, különböző adatgyűjtéseket kezdtünk el már ahhoz, hogy legalább egy alapbázist össze tudjunk hozni. Az idei év utolsó képviselőtestületi ülése alkalmával az önkormányzat 2023 évi munkatervét is meghatározta a testület Tamásiban. Tamásiban már hagyománynak számít a BSI Fu Tamási csoport jótékonysági eseménye. Az egyesület ezúttal két szervezet számára gyűjtött, a nevezőktől, akik egyébként szép számmal vettek részt a programon, többek között tartós élelmiszereket, kutyatápot, fertőtlenítőszereket kértek idén. A rendezvény egyre nagyobb népszerűségnek örvend. A szemerkélő eső, sötétség, tíliesnek mondható időjárás sem ijesztette el a segíteni szándékozókat. Idén is sokan csatlakoztak a BSI Fu Tamási csoport kezdeményezéséhez, a jótékonysági Mikulás futáshoz. A Tamásiban 2019 tavaszán megalakult csoport folyamatosan azon munkálkodik, hogy közelebb vigyék a mozgást az emberekhez. Megalakulásuk óta számos jótékonysági futást szerveztek már, idén sem maradt el az akciójuk, amellyel két helyi szervezetet szerettek volna támogatni. Emelte ki a szervező. Mi rendszeresen tartunk közösségi futásokat, és úgy gondoltuk, hogy jó lehetne a futás élményét és szeretetét esetleg jótékonykodással összekötni, és akkor kezdtük tulajdonképpen 2019-ben a jótékonysági futások szervezését, akkor tartottuk az első jótékonysági Mikulás futást, utána karácsonyit és húsvétit és egyebeket. Elég nagy szervezés előzi meg. Nem tudom, hogy ez mennyire látszik egy ilyen rendezvényen, de ez hetek szervezése természetesen. Mind a férjem nagyon sokat segít, volt ott sátrakat, padokat kellett ugye összerakni most is, illetve világítást, hangosításban kapok segítséget a fényekben. A szervezésben a futócsoport tagjai, illetve támogatóink nagyon sokszor segítenek minket forró teával, rágcsánivalóval, szaloncukorral, forralt borral. Mindig segít minket egy Mikulás is, aki vállalja, hogy felfut a városba, és akkor ott szaloncukrot oszt a járókelőknek. Illetve vezeti a futást a kisebbekkel, a gyerekekkel, mint ahogy most itt a tó körül terveztük a mai este folyamán is, és remélem, hogy nem felejtettem ki senkit, de az egész futócsoportom nagyon aktívan közreműködik, és mindig részt vesz ezekben a futásokban. Nekem minden reményemet felülmúlt már az első ilyen jótékonysági futás is, amikor azt gondoltam, hogy tényleg nem fognak eljönni az emberek, és ez egyáltalán nem így van, azok is megmozdulnak ilyenkor, akik tényleg megmondják nekem, hogy de én nem szeretek futni, mondtam, akkor sétálsz egy kör, tehát az se probléma, most itt nem kötelező. Tehát itt nem a futáson van a hangsúly, itt a futás, ez egy jelképes dolog, de nyilván természetesen azért a mozgást is szeretnénk egy kicsit közelebb vinni az emberekhez, és azok is jönnek, igen, akik amúgy nem igazán építették még be úgy rendszeresen az életükbe, de olyanról is be tudok számolni, aki annak idején, és ezt nagyon sokszor elmondja nekem azóta is, hogy annak idején itt kezdte el először ezt, és itt tette meg az első lépéseket, és azért ez olyan hihetetlen dolog, hogyha már az ember ennyit elért, és már ennyit hozzá tudtunk tenni valakinek az életéhez, akkor az már az egy nagy dolog. Az előző évek gyakorlatát követve a futásnak volt egy rövidebb, egy kilométeres távja a tónál, illetve egy hosszabb szakasza, melynek során a futók a városközpont felé vették az irányt, hogy ott szaloncukrot osszanak a járókelőknek. A zord időjárás pedig senkit nem tántorított el attól, hogy részese legyen ennek a jótékony megmozdulásnak. Ugye ez a decemberi, karácsonyi, mikulásos időszak, ugye ez ezzel jár, hogy korábban sötétedik, hideg van bizony, elsős az időjárás. Nekem azt mondták a többiek, hogy ennek is megvan egy hangulata, szeretik feltenni a fejlámpát, a kis villogókat, szeretjük kitenni a fényfüzéreket. Én azt gondolom, hogy az ünnepváráshoz valahogy ez is egy kicsit hozzátartozik. Nyilván egész más 25 fokba is napsütésbe futni, ezt most nem tudjuk sajnos megteremteni, de azt gondolom, hogy ennek az adventi időszaknak talán ez is egy kicsit a varázsa, hogy sötét van, hogy esik, hogy hideg van. A szervezők könnyen megtalálják azokat a szervezeteket, akiket támogatni tudnak egy-egy ilyen akciójukkal. Volt már olyan év, hogy gyűjtöttünk rászorulóknak, a szociális központ munkatársai nagyon sokat segítenek nekem ebben. Volt már, hogy a Tamásiban nemrégiben létrejött kutya otthonnak gyűjtöttünk, időseknek, gyerekeknek, kutyusoknak, és most a férjemmel így egymásra néztünk, amikor ezen gondolkoztunk, hogy kinek gyűjtsünk idén, és talán egyszerre mondtuk ki, hogy akár lehetne mind a kettőnek, és miért kéne hiszen választani, és ezért döntöttünk úgy, hogy idén a kutya otthont is szeretnénk támogatni, az általuk
kért adományokkal, tehát megkérdeztük tőlük, hogy mik azok, amiket tudunk segíteni, mik azok, amiket elfogadnának, mi az a lista, illetve a szociális központ munkatársai is mondták, hogy mi az, aminek örülnének tulajdonképpen, és azt gondolom, hogy igen, ezeknek mind meg lesz a helye, ezeknek az adományoknak, úgyhogy mind a két szervezetnek, egyesületnek gyűjtünk tulajdonképpen. 5, 4, 3, 2, 1, jótékonysági Mikulás utás indul! A megmozdulás évről évre egyre nagyobb érdeklődésre tart számot. Az akció nem csak a helyieket mozgatja meg, a környékbeli településekről is örömmel jönnek, és vesznek részt a jótékony megmozduláson. Szerintem ugye környékbeli szervezetek, mi tartsunk össze, nem? Tehát én tök örülök, hogy itt is van, minden tök jó programok vannak. Nem csak ez a futóverseny, ugye, ha jól tudom, van egy traktoros promenádé felvonulás is, ezek nagyon jó programok, úgyhogy mi is reklámoztuk ezeket ott a Kifliben, és az idegszemcseiek között, úgyhogy sajnos az idő miatt elég megfogyatkozott a csapat, így csak páran tudtunk átjönni, de még egyszer mondom, tehát így mi így környékbeli szervezetek szerintem fogjunk össze, támogassuk egymást, és ez a lényeg. Illetve hát a legfontosabb, amiért jöttünk, az a jótékonykodás, és a Tamási Szociális Központot, valamint a Kutyaotthont is nagyon szívesen támogatjuk így a Kiflivel, mint szervezetként, illetve mint Bálintan magánemberként is. Két sport is űzünk aktívan, a futball mellett fallabdázunk, tehát squasholunk, amennyire így időnk engedi, illetve így hobbi szinten szoktunk néha futni, kocogni, kikinek mondja azt a tempót, tehát ilyen szinten jelen van a sport az életünkben, meg a Kifli életében is, hiszen már sportnapot is csináltunk például. Gondoltuk, hogy nem lesz jó idő, ez már így várható volt, úgyhogy mi ezt így elterveztük, hogy itt leszünk, ha esik, ha fúj. Én csak ezért jöttem haza a Budapestről, hogy itt tudjak lenni, mert ott dolgozunk, és akkor csak ezért jöttem. Úgyhogy nagyon elhivatottak vagyunk, és itt vagyunk, és tök örülök. A jótékonysági futás résztvevőit forró italokkal, rákcsálnivalókkal látták vendégül a szervezők, akik éremmel is készültek a hagyományszerűen megrendezett eseményre. 2024. szeptember eleje a befejezési határideje annak a szennyvíz beruházási projektnek, amely mintegy két hónapja vette kezdetét Regőben. A település két közeli faluval pályázott a 7 milliárd forintos KEOP-os forrásra. A három település szennyvíz tisztító telepe Regőben kerül kialakításra, a tisztított szennyvíz befogadója a Kapos folyó lesz. KEOP-os pályázati forrásból valósul meg Regőj, Szakály, Száraszt településeken a szennyvízhálózat kiépítése. A három település összesen 7 milliárd forintot nyert a projekt kivitelezésére, mondta el Regőj település polgármestere. A szennyvízberuházás teljes egészében állami forrásból valósul meg. Egy KEOP pályázatnak köszönhetően Regőj, Szakály és Száraszt településeken egyszerre valósul meg a projekt. A szennyvíztisztító telep Regőjben lesz, és természetesen örül a lakosság egy része, van, aki annyira nem. A kivitelezés folyamán, mint ahogy a felvételeken gondolom látható, most a legrosszabb résznél vagyunk, sár van. Sajnos vannak csőtöréseink is a beruházásnak köszönhetően, de én úgy gondolom, hogy a végeredmény majd önmagáért fog beszélni. Ez 7 milliárd forintos támogatás a három településen összesen. A lakosságnak nem kell hozzátennie, tehát lakossági hozzájárás nem szükséges hozzá, én úgy gondolom a mai világban ez egy nagyon nagy könnyebbség. Minden háztartásnak a kerítésétől vagy telekhatártól számított egy méteren belül be lesz kötve a szennyvíz, és utána természetesen a lakosoknak ez sajnos mindenkinek saját költsége. Attól függ, hogy kinek milyen a telekadottsága, ez ugye mindenhol más. A település életébe fejlődést hozó beruházás a vízhálózat hibáira is rávilágított már. Sajnos a beruházás folyamán, mint említettem, csőtörések előfordultak, így kiderült a közel 60 éves vízhálózatunknak az összes gyengéje. Én úgy gondolom, hogy a következő nagy projektnek ennek kell lenni, de ez csak állami, illetve Európai Uniós támogatással tud megvalósulni. Sajnos ez a hálózat ennyi idős, kétszer ki kellett volna cserélni eddigre. A következő időszakra a beruházással szükségszerűen együtt járó kényelmetlenségekért az önkormányzat és a kivitelező is kéri a lakosság szíves türelmét, megértését és együttműködését.
Jelen pillanatban Szakályon, Szárazdon és Regői településeken folyik a szennyvízcsatorna hálózat kiépítése. A három település szennyvizét a Regőjön jelenleg építés alatt álló szennyvíztisztító telep fogja befogadni. Itt kerül tisztításra a három település szennyvíze. Befogadóként a Kapos folyó fog funkcionálni. Gyakorlatilag átemelő szivattyúk segítségével fogjuk a három településről átemelni a keletkező szennyvizeket. Alapvetően a településeken belül gravitációs rendszerek épülnek ki, a hátam mögött látható is az éppen folyó kivitelezésben, jelen pillanatban helyreállítási munkák folynak. Maga a beruházás 2024. szeptember 9-éig tart, nyilván ezen a határidőn belül el is fogunk készülni. Ez a kivitelezést foglalja magába, tehát a települési utcákon a gerincvezetékek kiépítését, a házi bekötések építését az ingatlanokhoz, illetve ahol szükséges házi átemelő szivattyú berendezéseknek a telepítését. A településen belüli gravitációs rendszer átemelő szivattyú telepekre fogja bevezetni a szennyvizet, ugye ezek emelik át a település különböző magassági pontjai között a szennyvizet, illetve, ahogy említettem, ugye egy telep készül ezzel párhuzamosan. Én azt gondolom, hogy ez a határidő természetesen tartható. Ebben az időszakban fog megvalósulni a telep féléves próbaüzeme is. Elkészülnek a települési szennyvízhálózatok, ezek beüzemelésre kerülnek, ugye leteszteljük a rendszereket, szivattyúkat, hogyha minden működőképes, akkor elkezdődhet a lakossági rákötés, és amikor elkezd megérkezni a szennyvíz, akkor fogjuk a telepet beüzemelni, úgyhogy természetesen az már fel lesz készítve arra, tehát ott is megtörténnek korábban az üzempróbák, fel lesz készítve a telep a szennyvízek befogadására, és akkor egy fél éves több évszakot magába foglaló próbaüzem fog lezajlani, ez alatt beállítjuk a telepnek az üzemi funkcióit, és akkor, amikor minden beállt, megfelelő minőségű tisztított szennyvizet adunk ki a befogadóra, akkor lehet lezárni a projektet. A három település közül ugye Regőj alapvetően a legnagyobb, illetve az elhelyezkedése véget is, tehát ez a központi település, így lehetett a leggazdaságosabban megoldani üzemeltetés szempontjából gazdaságosan a telep elhelyezését, illetve itt van közeli befogadó is. Illetve Regőjön már amúgy is létezett egy szippantott szennyvizeket befogadó egység, nyilván ennek ez tovább, ugye ez négy települést látott el, tehát továbbra is tudja majd fogadni a szennyvízberuházásból kimaradó negyedik településnek a szennyvizeit. Ezt fel fogjuk adni a technológiára, tehát azt tudjuk mondani, hogy kiváltjuk ráadásul mindegy extra funkcióként, ugye ez nem a projekt része, de ki tudjuk váltani, és onnan is jó minőségű tisztított szennyvíz kerül be a természetbe. Regőjben két hónapja kezdődött el a szennyvízberuházás a csatornarendszer kiépítésével. Maga a csatornaépítés az hozzávetőlegesen egy évet vesz igénybe, ugye gyakorlatilag ez két hónapja zajlik ez a munkafolyamat, most az ünnepekre leállunk, tehát 20-ával megállnak a beruházási munkák, mindent helyreállítunk, levonulunk, ugye ügyeletet biztosítunk a téli időszakra, hogyha ne adj Isten kátyuk keletkeznének, vagy akármilyen probléma adódna. Ha havazik, akkor részt fogunk venni, tehát besegítünk az önkormányzatoknak a hóeltakarításban is. És akkor én azt gondolom, hogy a jövő év második felének közepére, végére készen lesz a beruházás, és akkor megtörténnek a végleges helyreállítási munkák is. A kivitelezési munkák műszaki ütemterv szerint zajlanak, először egy, majd folyamatos belépés mellett több kivitelező brigáddal. Lezajlott advent negyedik hétvégéjének programsorozata is Tamásiban. Akárcsak az előző hetek alkalmával most is sok érdeklődőt csalogattak ki, a helyi és ezúttal sztár fellépők a Turmezei Erzsébet térre, ami igazi ünnepi pompában díszelget az adventi időszakban. Az ünnepi időszak nélkülözhetetlen ételei, italai sem hiányoztak a kézműves vásári forgatagból. Advent utolsó hétvégéje is tartalmas programokkal telt Tamásiban. A negyedik gyertya lángjának felvillanását követően a tamási koncertfúvós zenekar által életre hívott dallamok töltötték meg a rendezvényteret.
szervezők idén is törekedtek rá, hogy tartalmasan teljen az ünnepi várakozás időszaka Tamásiban. Advent utolsó hétvégéjét kicsit kibővítettük, hiszen utolsó advent vasárnap előtti szombaton is már vártuk a látogatókat a rendezvénytérre, hiszen a város két olyan művészeti csoportja is fellépett, akikre nagyon sokan voltak kíváncsiak. Egyikük a Würcz Ádám Általános Iskola énekkara, a másik pedig a Tamási Koncertfúvós Zenekar. De ezen a két napon profi fellépők is színpadra álltak, a szombati napon Heinz Gábor Biga és Kontor Tamás élő gitáros koncertjét hallgathattuk meg, vasárnap pedig Horváth Csárli, mondhatjuk azt, tette fel a koronát az adventi rendezvénysorozatra. Ez a két koncert csak úgy valósulhatott meg, hogy a városban élő magánszemélyek, különböző cégek, vállalkozások vezetői áldoztak erre, és adományaikkal segítették a művelődési központot, ebből tudtuk ezt a két koncertet is megvalósítani. Nehogy várni ki tovább, ez csak egy dal. Csak egy dal, semmi se fáj. A Tamási adventi vásár volt az egyik helyszíne az idén 75. születésnapját ünneplő Csárli országjáró turnéjának. Lezárása karácsony és új év között lesz az arénában, de előtte még számos városban fellép, így azt gondoltuk, hogy ebbe mi is csatlakozunk, hiszen tényleg ez a 75 év, ez egy olyan évforduló, amikor Magyarország egyik ikonikus muzsikusa, azt gondolom, hogy ilyen életművel a hátam mögött nagyon-nagyon örültünk, hogy ő vállalta ezt a téli, kinti, szabadtéri fellépést. A tér ez alkalommal is megtelt baráti társaságokkal, családokkal, akik szerettek volna együtt hangolódni a szeretet ünnepére. Az egybegyűlteket a település polgármestere köszöntötte advent utolsó hétvégéjén. Advent negyedik hétvégéjén vagyunk, és itt a Túrmezei téren Tamási központjában az imént gyújtottuk meg a negyedik gyertyát, a szeretet gyertyáját. A szeretet gyertyája azt is jelképezi, hogy a szeretet gyertyája nélkül nem éghetne a másik négy gyertya, mert a szeretet gyertyája táplálja az összes többi gyertyát. Én azt kívánom a szívekben, az otthonokban, hogy lobbanjon lágra és égjen egész évben a hit, a remény, az öröm és a szeretet gyertyája. Sokan voltak kíváncsiak az összefogásból megvalósult koncertre, de nem csak ez mozgatta meg az ünnepre készülődő tamásiakat. Igazából nem feltétlenül miatta jöttünk ki. A barátok, baráti társaság, együtt legyünk, együtt ünnepeljünk, emiatt igazából. Nagyon jók ezek a karácsonyi ünnepi vásárok, mindig kijövünk, minden hétvégén kijöttünk, nagyon várjuk Barnussal a karácsony, ez lesz neki a második ünnepe velünk együtt. Igazából már most mond egy-két szót, karácsony világít, úgyhogy nagyon várja már ő is. A rendezvénytéren alkalom nyílt a karácsonyi ajándékok beszerzésére, számos kézműves portéka közül válogathattak az érdeklődők. Amíg a legkisebbek a körhintán pörögtek, addig a felnőttek a forró italokat kortyolták a baráti beszélgetések mellett a Tamási idei utolsó adventi vásáron. Köszönöm figyelmüket, a jövő heti viszontlátásra!